problémák vele. Zseniális. Egyszerűen zseniális. De most itt én nem tudok venni semmit, főnök, visszatérve ide. De megnyílt ettől függetlenül a legendás autók és gyűjtögetésük. A garázsban van-e valami giftünk esetlegesen? Van bizony. Na hát akkor még itt a végére lehet ám a monitorra tenni a kezeket. Jöjjön a Csi energia, nyitjuk, szerencsejáték ez az. Ott azért azt az autót vinném. Hello vagyok, szia. Mondjuk az csak egy Renault, de... És a legkisebb pénz, ha persze. Véletlen sem. Magyarul nem a kocsi hibás, hanem amatőrök, a sofőrök. Hát, hallottam én is, meg láttam is videót, hogy az F40-nel azért voltak problémák. Én láttam egy videót, ahol kigyulladt konkrétan az F40 egy piros lámpánál. Azt hiszem az egy F40 volt Monte Carlo-ba, hogy csávó ment a barátnőjével, és a pirosnál, ahogy adott egy kis gázt a izének, egyszer csak így fogta magát a kocsi, és így... It's on fire, babe. Az csá. Vannak ilyenek. Közben Terror, nagyon-nagyon szépen köszönöm a cheer-t, és hello. Köszönöm a magyarra fordítást. Jaj, ne viccelj, igyekszem ezeknél így fordítani, mert amúgy tök érdekes, és annyira sokat ad a játékhoz, megcsinálták ezeket a sztorikat, meg benne vannak ezek, szóval igyekszem, örülök, hogyha ez segítség valakinek, bár ugye azért eléggé szokott menni az angol nektek szerencsére. Na, hát srácok, én viszont ennyit terveztem így mára, most így nem kezdenék bele egy újabb menübe, mert ki tudja az meddig tartana. Amúgy a következő menü az a Nessai sportautók lennének, az a 18-as menü, úgyhogy... Vagy ha nagy az, mennyi, ez várja, nézzük meg, három autó, ugye? A Nissan Silvia, de a Silviánk az már van, nem? Mondjuk nem ilyen sport izével, hanem a utcai verzió. Na várjál, 37 van, várjál, 37 van, meg tudunk még szerezni három autót? Mit gondoltam? Igen, meg kell szerezni a Nissan autókat. Jó. Nissan sportautók, ezt kell megszereznünk. Na jó. Gyorsan, várjál. Csak nyugi. Unfairbe fogunk öltözni. A jó múltkor ugye megvásároltuk ezt a személygépjárművet, és nem mutattam meg nektek. Szólok, haveroknak elhozzák 10 perc alatt a 3 Nissant. Szóval, hogy ezt nem mutattam meg, meg nem mentünk vele, amikor megvettük, használtam ezt a kocsit, úgyhogy most ez meg fog történni. Tegyünk bele egy ilyen airfiltert, meg féket, ad nekem egy nagyon jó féket. Carbon Ceramic Brake Kit 16500. Add ide. Egyszer, és még nekem a fék padot is add ide, azt 2000 ér. Igen, meg nem olyan drága az a kipufogó kiömlős történet, az... Hogy hát izé... Exhaust. Jó lesz így, 588. Szóval, ha engedi persze, hogy a Porsche-val menjünk, kicsit unfair lesz. Igen. Azt mondja, hogy irány Tokió, Japánban ugye, az mi az? Fuji International Speedway, meg Autopolis. Jó, kezdjük Tokióba. És akkor mennünk kell ezen a versenyen. Ugye onnan lehet tudni, hogy ott van az a kis ikonka. Tudok menni a Porsche-val, csak mondom. Nem, mégsem tudok menni a Porsche-val. Francba. Mivel tudok menni? Aha. Persze, a Suzuki-val, azzal tudok menni a Suzuki-val. A Subaru-val? Menjünk a Subaru-val? Menjünk a Subaru-val, csak tegyünk rá valami értelmes dolgot. Tök jó, hogy a Porsche tuningoltam. Na jó, akkor várjál, mert Subaru-ra kell váltanunk. Legalább az airfiltert, vagy ilyesmit cseréljük ki rajta.
Azt mondja, hogy change car, hol a Subaru? Ott a Subaru. Nagyon jó vagy, legjobb vid is. Jó, egy airfirtelt meg a exhaustot, ja, meg kerék. Hard van rajta? Azért a softot tegyük már el, please, pleasure. Racing, azt mondja, airfilter. Így fogy el a pénz, mindent is fejlesztesz. Jó, egy ilyen drilldes fék az belefér. Ez belefér. Meg ez is belefér. Úgy. Már 500 ponton van. Just saying. Hibátlan. Jó. Szóval Subaru a legjobb, nekem is az van. Na, grat hozzá. Az szép. A Bluff zenéjeire indul a verseny. Vagy az Ocean's 13, nem tudom, valamelyik. Ocean's 12. Na most. Mehet. Harmadik vagy jobb, úgyis elrontom, de mert... Jézusom, hol van ez a verseny? Eléggé unfair, hogy így a hátulról indulunk. Ennyire. Három kör amúgy. Tehát egy kicsit jobb lenne egy ilyen álló rajt, mint sem ez a flying start. Mert így a leghátulról indulok, és... Bocs fiúk, elromlott a kézifék, be van húzva, azért nem megy. Vadállat. Egy vadállat. Ebből hogy lesz harmadik vagy jobb főni? Nyomod. Jó, hogy ez nem volt ekkora kanyar, ha? Van egy kisebb problémám azzal, hogy jelenleg mi hol vagyunk, és az előttünk lévő 7 autó merre van. Bezzeg a Porsche-val, már mögöttem lenne az összes. Szia Robin! Tükör marad, csak mondom. Hát de 90-nel megyek, hát ez konkrétan öregapám gyorsabban megy. Mi van ezzel a kocsival? Nagyon nem jó autót választottunk, van egy ilyen sanda gyanú. 15 másodperc hátrányban vagyok. Lehet, hogy ezt még egy kicsit tuningolni kell, ezt az autót, ahhoz, hogy ez itt labdába rúgjon. Nem néztük amúgy a powerpointokat, hogy a többiek mennyin vannak, meg... mennyivel lenne ildomos itt menni. De az a helyzet, hogy 14 másodpercre jöttem föl. Kettőszáznál így megállt a tudomány ennek az autónak. Nem, ez így nem. Ez biztos, hogy így nem lesz meg. Ez így biztos, hogy nem lesz meg. Nem néztem meg, hogy mennyin vannak a powerpointjai a embereknek, vagy a versenyzőknek, nézzük meg. Enter.
Ja, de hogy azt nem is látni. Öt, de nem az a miénk. Jó, minden esetre jobb autó kell, az biztos. Az biztos. Na várjál, 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 várjál. Várjál csak egy kicsikét. Nem akarok ennyit költeni erre, az a helyzet. A garázs. Nem, nem tudom, várjál, itt le tudom szűkíteni a dolgot. Várjál, ez 4-10. Na ugye japán autóval tudunk csak menni. Change view. Sort. Country. Igen. Na lássuk csak, azt mondja 356. 3-3. Aha. Vagy 500. Aha. Jelenleg Powerbe, ez a legjobb autónk Japániából. De most az gond. Mondjuk itt azért több legalább a izé. Tehát, hogy több ott az erő, azt akartam mondani, de... Jó, hát na most ez így alapvetően amúgy egy kicsiket problematikus is lehet. 446, 500-zal ez a legjobb. De nem akartam még ennél többen rákölteni, de hát muszáj lesz. Na várj, gyere ide, tunángoljuk föl. Mit tegyek még rád, főnök? Ilyet. 505, menjen, egy ilyet is teszünk rá. Mi az, ami még erőt ad? Úgy, computer cip. Azt is adjad neki. Könnyítsük meg a kasznit. Úgy. 524. Street suspension. Sport suspension. Az jó lesz a sport suspenzió. Úgy. High compression pistons. High lift. Aha. Na most ezek már azért vadabb. Vadabbul nyomják neki. Bore up. Racing crankshaft. Még ez már 13 000, csókolom. Haló. Engine balance tuning 24 000. Racing clutch and flywheels 6 000-ér, ugye. Brake balance control. Az extrém, de mik vannak? De az nagyon drága az extrém. Steering angle adapter. Ez jobban fog kanyarodni tőle? Better drift control. Hát, de nem azzal volt a problémánk, hanem a tempóval. Club sport. Aha. Semi racing racing. Csak ezek drágák ám. Megvan. 19 000. Hát még ezt tegyük oda. Igen. Az megvan, az megvan. Racing intercooler. Köcsed. Köcsedre. Polish ports 17 000-ér. Mennyit adol? Nem sokat. Ezt ad ide nekem. Egyszer. Ezt. Még egyszer. Szia, tunigolok, haló! Úgy, most már világpénzét ráköltem erre a szubira. Még könnyebb legyen, így repülni fog. Úgy, na jó, elég lesz, hát ha így már valami lesz. Power, az még 800, az még nem pénz. Azt add oda neki. LSD, two-way LSD, one-way LSD. Hát... Nem tudom, kész, így. Volt pénz, nincs pénz.
Na most, ha nem lesz meg, sírás kerülgeti az embert majd. Az akkor csak a mi hibánk. Csak gyorsan meg akartam még 10 előtt szerezni 3 autót. Hát látod, látod mi van? Látjátok mi van? Ez a differenciálmű egyébként. Vágjász! Na most figyelj, most! A szelenség. Vágom, 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 de köszi Dante! It's a completely different game now. Na jó, annyira azért nem. Mondjuk a hangja eléggé más. It's much better. Yes, my friends. Jó. Most közelebb van az a 7 autó. Acsa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 c
Büntetőfékezés szerűség volt, majd hogy nem. Most jön a hajtű. Én szerintem hamar fékeztem, de... Uram, bocsán. Nagyon tudtam jól eljönni, mert... Atya úristen, mágó úr! Atya úristen! Baleset a pályán! Jézusom! Család, valami, nem tudom. Na jó, de harmadik helyet kéne hozni. Jó, hogy van három kör amúgy. Ez volt egy kör. Semmi gond, csak körbenéztél. De hülye vagy. Nem ér. Bocsánat. Na. De bolond vagy. Ja Istenem, ez tetszett, ez jó volt. Törünk fel, mint a talajvíz. Azaz, nyomjad neki, baby, nyomjad neki. Ne sajnáld a benyát. Égessed, gyerünk, azaz. Kicsit makrancos volt ott. Ezt a három kollégát kéne megelőznöm másfél körön belül. Vagy mi.
Egy. Kettő. Azt azért te se hiszed el, hogy az a kocsi ott előttünk, ő a legelső. Azt azért te se hiszed el. Adnak a franciák, nézd meg a francia versenyzőt, hogy nyomja neki. Na mi van, kaparsz? Azt hiszed, te vagy a Schumacher? Kell őrizni a pozíciónit. Ez az. Jön nekem serényen. Ott nem tudom, én nem tudom, én nem én. Nem én, magától, magamtól. Hűnya! Most már csak finoman, óvatosan hozzuk be. Nem kell semmi vagányságot előadni. Most mondtam, szépen kértem önön magamat, hogy ne legyek vagány. Nem tudok nem vagány. Na, nyugi. Ta-da-ré, ta-da-ra, ta-da-ré, ra-ra-ra-ra, ta-da-ra, ta-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta-ta. It's a win! Yes, baby! Yes, baby! Nem mersz driftelni az utolsó kanyarodban, így van, tökéletes a megállapítás. Ott a win, hoztam a kocsit. Köszi. Bű! A 20 000 abban a pillanatban. Megtérült a tuning, és megkapjuk ezt a kiváló Silvia törlőkendőt. Nos, aha. Szóval, hogy igazság szerint nem nagyon van már időnk, de még meg kéne csinálni azért ezt a menüt, nem? Tehát, hogy azt a másik két autót még meg kéne szerezni. Hát mégsem hagyjuk félbe a menüt. Tehát, hogy ez olyan, hogy kikéred a menüt, azt megeszed a levest, azt utána hazamész? Nem. Tehát ugyehogy nem. Úgyhogy nagyon gyorsan, semmilyen variáció nincsen. Győzelem van, 3 kör ez is, hogy rohadna rá, de menj ez két kör. Le, 2. Húzd rám, légy szíves, köszönöm szépen. Ja Istenem! Azmó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a hoztott rédet. Ezúton is boldog születésnapot, ha jól tudom, születésnapi extravaganza volt. Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Hát mi ilyen autókázásokban vagyunk itt a Gran Turismo 7 kapcsán. Olyan missziót csinálunk, hogy Nissan autót kell nyerni, méghozzá 3-at, ebből egyet sikerült eddig megcsinálni, és most ez a második verseny, amiben éppen benne vagyunk, nagy hévvel. Az egész sztori pikantériája, hogy mi nem Nissannal, hanem Subaruval vagyunk.
balesetmentes közlekedés. Köszönöm szépen. Hát azért ma már volt baleset. Jújjújjújjújjúj. Fék. Hőte. Nyugi. Alternatív útvonalakat és íveket használunk. Jelenleg a feladatunk amúgy az, hogy harmadik vagy annál jobb helyen végezzünk. Akkor kapjuk meg jutalomnak a Nissan egyik autóját. Amúgy, ha jól tudom, te is játszottál ezzel a játékkal, vagy megvan neked is, igaz? De nem tudom, mennyit játszottál vele, mindenképp pergesd, mert egyszerűen egy autópornó az egész, de tényleg. Olyan dolgok vannak benne itt, a sztorik, ahogy az autók meg vannak csinálva. Zseniális. Kipróbálnám amúgy egy kormánnyal is. Ja, hogy te is kormánnyal játszanád, ja. A doku videók is nagyon jók. Így van. Mi ma unlockoltuk a legendás autók garást, vagy valami ilyesmi, ahol ilyen elképesztő ritkaságok vannak, ilyen F40-es Ferrari, Jaguar, mit tudom én, micsoda, meg na mindegy, már fene se tudja, hogy mik voltak ott. Rohadt jó volt, tehát végignéztem az összeset, meg a sztorit az autókról. Hát egy picit drágák, mert ilyen 4 milla, meg ilyesmi. Jesus, fine, te jó ég, hát mi az a... Atya, úristen, nagyon-nagyon szépen köszönöm az 5-ös subgift bombát. Köszönöm szépen a szupportációt, hát pörgessétek meg a hype-okat ennek a legénynek és az új suboknak. Hát köszönöm szépen. Igen, közel 500 autó, ja. Jól eldumálok, na hanyadik vagyok? 5-dik, hát na mondjuk az probléma. Hanyadik kör van? Második. Aha. Jó, azért közeledünk. Az elsőhöz képest 6 másodpercre vagyok. Na, kapcsoljunk be valami autóversenyző üzemmódot önmagunknak. Azt nyomjuk. El kell őket kapni. Kerékvetőről lejönnék.hu. Azaz. Fékút, mint olyan, az nem a legjobb. Hát néha itt egy nagyon megugrik az autónk, ezt észrevettem az előző versenynél is. Hogy szeret a kigyorsításnál így huncutba megugrani. Kis rakoncátlanka. Gyerünk. Jó, utolsó kör jön. Belátható helyen van a harmadik pozíció. A csokoládé. Egyszer. Gyerünk. El kellett volna menni a versenyzőnek budira előtt, tehát könnyebb lenne, 1 kilóval legalább. Hol az 50-es tábla? Valaki sikítson. Mikor? Most fékezzé! Ez konkrétan dangerous driving. Halló! Mikey! Sonatfer! No! Nem normális. Hát agyabeteg konkrétan a szuszvillónak. Amerikai, mit vártok? Na, nyugi, nyugodjunk meg. Nincs velem bírás ma este, biztosan nincs. Büntetőfékezek neki egyet, csak hogy tudja, hol a helye. Nem az. Nyugi, nem. Jézusom, mi folyik itt? Menj. Ez az. Körbeautózza. Körbeautózza, fék. Kanyar! Jó lesz. Nem baj, ha nem vagyunk elsők. A második is tökéletes, a második is jó. Jobb, mint a nulla. Ne dobd el, ne haincsd el. Fékezzél ott egy kicsit. Nyélgáz, mehet, ez az. Utoléred. Jó, azt mondjuk, már nem fogom utolérni. Még hogy nem fogod utolérni. Egy vadállat vagy. Gyerünk, Subaru! Nyomod! Kis belső nézet. Imádom a belső nézetet ebben a játékban, egyszerűen zseni.
Ne most roncsuk el a belső nézettel, főnök! Nem, második, az is jó. A második... Micsoda? Második az első, aki veszít. Ja, értelek. Hát akkor most mi most a vesztesek leszünk. Az brit volt? Egy hülyeség. Amúgy tényleg. Ricardo, is that you? Jó, másodikot lettünk, és ezzel akkor megvan ez az autó. Mármint nem az, amivel most mentünk, mert az már megvan nyilván. De hogy megkapjuk... Add a pontot, meg a liba combot. Azt. Oda nézzél. R32 GTRV Spec 2, 94-es évjárat. Még egyszer Vine, köszönöm szépen a subgift bombát. Köszi. Na szóval, hát egy kicsit jobban szemügyre tudjuk venni mindjárt az autót. Oda nézzél, overalltot, azt kaptam. Oda néz. Csillog, villog. Jó. És akkor az utolsó versenyünk mára, ez már egészen biztos, a harmadik verseny ezen a Café Menyün, ahol megszerezzük a harmadik Nissan autót, ami ottan van, azt. Azt a tot, jöhet, mehet. Egy Skyline sose rossz. Hát ez valami Z version S, ez egy Z370 vagy mi a mancs. Az európai neve. Éjszakai verseny? Na, kössük fel a bugyingót, mert ez nehéz lesz. Hol az út? Csókolom. Az utat keresem. Felmerült bennem egy kérdés. A reflektor ezekből a sport szituációkból ki van szerelve, igaz? Tehát, hogy nem lehet az, hogy én itt így bevillogok neki a tükörbe. Hogy ti, jövök, hello! Gondolom nincsen reflektor ezekben az autó, a versenyautókban. Nyomd a dudát, az se rossz. Van duda? Villogni lehet. Haló, húzzá innen! Hát ez kész! Ezt eddig nem tudtam, hogy lehet villogni. Hát meghűlök. Már mit a izé? Az M7-esen a bömösösök. Villogom le, érted őket. Hagyjad már. A bunkója. Elfér az ott. Haló? Kész, ezt nem bírom ki, nem, mert ezt innentől full kreténbe kell nyomni, hát bolond vagy. Hozzá már! Yamananaka! Az a baj, hogyha nincsenek előttem, nem tudom, hogy kell menni. Illegál overtrake. Te vagy már egy illegál overtrake. De ugye ez volt egy kör. Amúgy még van egy valaki előttünk, azt most tűnt föl így a képernyőn. Igazából a... Ezért néztem. A térképet, hogy mi a helyzet, azt megláttam ott az embert elől. Konkrétan kivilágosodott. Kiabálni kell nekik, hogy taka van. Ja. Hol vetted a jogsidat? Menjél már innet! Azaz. Nagyon kanyarog az útvonal, nagyon kanyarog. Thank you.
Jó, hát látjuk, hogy hol az első. És mondanám, hogyha lehetőséget érzek rá, akkor megpróbálkozom vele, de... Egyelőre nem látom az opciót. De 3 másodperce vagyunk. Diffúzor nyithatni, ja, nem az... Nem. Nyugi, vagy szárnyakat, diffúzort, hülye vagy. Miről beszélek? Be vagyok már rúgva. Szóval, hogy a szárnyakat nem lehet nyitni. Finoman, 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 mintha egy hölgy lenne. Ne rángassad, hát nem a tököd. Igen. De most a probléma a következő, van egy kör. Még azt hittem, hogy vége van. Tehát ezt az első helyet, ezt most akkor illdomos volna megtartani. Lehet, hogy ez egy nagyobb feladat lesz, mint megszerezni. Elszámoltam magam egy körrel, én már örültem, én már nyitottam a pezsgőt. Konkrétan. Nagyon elkezdtem koncentrálni, bocsánatot kérek a hirtelen elhallgatásért. Úgy, ez egy huncutak kanyar. 50 előtt már lehet, igen. Ez az. Nagyon jó. Az a kerékvető, az huncutka volt. Csak lemossuk a kereket. Letöröltem a kerekeket a fűbe. Semmi gond nincs. Semmi gond nincs. Most lehet a nyélgáz, ez az. Kihajnalodott, csipognak a madarak, meg minden. Na nice! Győzelem, pénz, hírnév, örök élet. Ezek a jutalmaink. Ebben a sorrendben. Na meg a kocsi! Ugye, ott van. Hazugság az egész a képen, tehát hogy a menün pirosban van, én meg kékbe kaptam. Ja, ez a 370Z itthon, nem? Vagy valami ilyesmi a neve. Rock'n'roll! Rock'n'roll után pedig egy kis kellemes jazz. Váltakoznak itt azért erősen a... Mi ez már a stílusok, a zenei stílusok. Na, gyorsan átveszük, leadjuk a missziót, és akkor becsappanunk az éjszakába a pihenésképpen. Ott a fotográfia, tömör gyönör. Közben kiöntöd magadnak a pohár viszkit. Rágyújtasz egy szivarral. Többet már nem vezetsz ma este úgyse. Ne kávét, viszkit töltsél. Na, azt mondja, kongratuláció, megvan a 3 autó. Igen, ezzel megvan a Nissan. Nagyon fontos, Nissan.
sportautó kollekció. Yes. Igen. Igen. Megvan a ausztráliai pálya, a japán pálya, és akkor Luca még mond pár mondatot erre a, erről a kiváló három személy gépjárműről. Igen, Luca, figyelünk. Hallgatunk téged. Nissan Z, ez this one. Igen. Ez pedig a GTR. Úristen. Ez pedig... Ja nem. You might heard... hát hallottunk már ezekről ezelőtt. Valóban, ezek legendás modellei ennek a kiváló gyárnak, hogy így mondjam. Models loved by car fans and all over the world. Igen, mindenhol a világon szeretik őket. Az E33, az 5. generációs Nissan Z. Styling és performance-ban egyformán kiváló. Tehát nagyon jól néz ki, meg nagyon jól is megy, állítólag. Az R32 Skyline GTR az egyik kiválóság a japán autóknak a 90-es évekből. Oda nézzél. Mennyire jó, hogy ilyen history dolgokat mutatja. Truly a legend, having been unbeatable in top Japanese domestic touring car races. Ah, veretlen volt konkrétan a japán ilyen tour autó versenyzésbe. Ha, ezt nem is tudtam. A Silvia, és most nem a törlőkendő továbbra is, nem a törlőkendőről van szó. ennek szintén nagyon sok rajongója lett az évek folyamán. Hát úgy látom, ez inkább az a rally és drift kompetícióban nyert több mindent. De itt írja is, hogy combining a powerful turbocharged engine with a real wheel drive, it's also a popular choice for drifting. Így van, a driftben. Tehát ugye a hátsó kerék meghajtás és a turbocharged miatt szerették, vagy szeretik választani ugye a drifteléshez. Úgyhogy könnyű látni ezek után a históriák és említett példák után, hogy a Nissan kiválósága a japán kultúrájának, a autókultúrájának, mondjuk így. Kiváló. Hát kiváló, ezt is tudtuk. Tényleg volt benne új információ. A következő alkalommal majd egy kiváló menüre invitállak meg titeket, ezek a japán rally autók lesznek. Ezzel fogjuk majd folytatni a következő alkalommal ebben a videójátékban. Na hát, srácok, lányok, ez volt a mai. Remélem élveztétek. Én nagyon. Ez a játék egyszerűen tényleg, aki szereti az autókat, annak maga a tömör gyönyör. Elképesztő dolgok vannak benne, wow, tehát tényleg nagyon-nagyon élvezetes vele a játék, ahogy kinéz, a sztorik, nagyon-nagyon rendben van, ahogy ezt összepakolták, én tényleg csak dicsérni tudom a játékot. Nyilván itt beszéltük itt közben, hogy az AI itt ott azért eléggé, hát nem a legélesebb kés a fiókba, de nem veszel azért élvezeti értékéből ennek a játéknak, nekem biztosan nem. Úgyhogy fogjuk tovább folytatni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen menük, meg autók, meg történelmi ízék vannak még, úgyhogy igyekszem azért legalább heti egyszer besubbasztani itt a játékot, hogy ilyen kis kikapcsolódósan el legyünk vele. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma este. Ha nem találkoznánk a hétvégén, akkor kellemes hétvégét és jó pihenés mindenkinek. Én azért igyekszem jönni majd, ha minden jól megy, akkor streammel a hétvégén, és akkor folytatjuk Elden Ring, meg Horizon, meg ilyesmit valószínűleg, úgyhogy erre lehet számítani. Aki esetlegesen még nem tette meg, az a VOD csatornára mindenképp iratkozzunk fel, szép lassan meg lesz az 1000, arra gyúrunk 1000-rel, érted? Micsoda szójáték? Na jó, van, mentem én is pihenni. Köszönöm szépen, hogy voltatok. Még egyszer köszönöm Azmó a hosztott raidet, és még egyszer boldog szülinnapot. És mindenkinek köszönöm az itt létet és a támogatásokat. Jó hétvégét, jó pihenést. Ciao.